Pál. Szeretettel köszöntöm Önöket az első olyan próbálkozásunkon, ami még talán nem volt nálunk itt egy csornán, hogy olyan növendékem, aki harmonika oktatásban vett részt, megpróbálkozott a náló estel. December, január tárnyékán beszélgetünk a Tomival, mi lenne, ha kicsit összefoglalnánk az elmúlt 9 év tanulásából dalokat, amelyek ismertek is, és úgy felelevenedítsük. Nem volt egy egyszerű dolog, mert azért megtartani egy régebben tanult zeneművet nem olyan egyszerű, sokkal könnyebb megtanulni egy újat általában. De Tomi vállalta, és ezekből a dalokból fognak ma este egy válogatást hallani. A plakáton az volt kiírva, hogy az ezer arcú harmonika, de valóban a harmonikának ezer arca van. Fognak hallani barokk műveket, fognak hallani magyar klasszikusokat, fognak hallani sanzonokat, fognak hallani népdalokat, úgyhogy nagyon sok különböző stílusban próbálkozunk, és már a tegnap előtti próbán, amikor gyakorlatilag a tudom, felvetődött, hogy hú, mennyi mindent még nem is próbáltunk. Nem próbáltunk rektájnát, nem próbáltunk tangókat, bár lesz majd egy tangó is, úgyhogy nagyon sok minden más stílus van, és lehet, hogy ezt majd a később megbővíteni fogjuk, hogyha jó Isten minket úgy megsegít. Úgyhogy, ahogy valamikor mondtam, általában fiatalok kapunk egy gyerkőcöt, ez a gyerkőc is talán 7 éves korig, az előképzős volt. Általános iskola első vagy második évfolyamosa volt, amikor elkerült hozzánk. Hát egy visszatóbb a szerény gyerek, jó adottságokkal, aztán szépen elkezdtünk dolgozni is. Így már, most már 10. éve, ahogy dolgozunk a Tomival, jó az összhangunk, és Tomi olyan 5 évvel ezelőtt gondolt egyet, azt mondja, hogy hát már ha billentyűs a harmonika, akkor már mi lenne, ha egy kicsit zongora játékba is belekóstolna, hát azt is megcsinálta. Jelentem alapvizsgázó zongorából, 6 év folyamot megcsinál zongorából, úgyhogy igen, jó eredményeket tudott ott is elérni, de ma este harmonikán fogják játszani, és miközben nem is egyre, hanem két különböző hangszeren. Amikor odaérünk, hogy cserélni fogja a hangszert, akkor elmondom, hogy miért. Most pedig fogadják szeretettel Telepesi Tamás. Az első műsorszám, amit Tomi nekünk elő fog adni, ez egy nagyon ismert népdal, Kodály Zsoltán gyűjtötte annak idején Alsó Csitáriban, 1914-ben. Nagyon sok helyen feldolgozták, és sok zeneszerző is feldolgozta, nagyon minden hangszeren játsszák is ezt a dalt, ez pedig a dalnak a címe a Csitári hegyek alatt. Bartók Béla is feldolgozta, ő a 20 magyar névvel című művőjében hozta be. Fogadj el szeretni.
műsorszám egy olyan korba invitál bennünket, aminek legjellemzetesebb hangszerre talán az orgonon volt, és az orgonon muzsika egyik legkiemelkedőbb, orgonon muzsikán írt zeneszerző közül az egyik legkiemelkedőbb, Johann Sebastian Bachnak az egyik művét fogja tudni eljátszani. Bach egy fantasztikus ember volt, nem csak azért, hogy a gyerekek legkomorban megtanulják, hogy 12 gyereke volt és ezért, hanem amiatt is, hogy ő tulajdonképpen zeneszerző, feltaláló, orgonista, hegedűművész volt, ez emellett egy protestáns egyházi zenész volt, és kántorként dolgozott templomban. Fogadják szeretettel Tomi előadásával az egyik orgona preludiumját, melyben próbálja Tomi imitálni az orgonának a hangját, hangszerrel úgy, ahogy lehet, mivel fújtatóban ebben a hangszerben is, mint a régi orgonákban volt, de egyébként azért más a megszólaltatás mondja. Magyar zenének, a magyar zenei kultúrának. A következő dallam, ez egy, hát mondhatnám úgy is, hogy egy Bartók sláger. Ez Bartók Bélának a 10 könnyű zongoradarabja darabja albumából, az 5. mű. Ez 1980-ban ponált ezt a művet, Bartók Béla, amely tulajdonképpen mindenki azt hiszi, hogy ez a
maga a dallam az eredeti népi dallam. Nem, ez egy komponált dallam, viszont nagyon ötvözi és láthatóan érzékelteti azt a, azokat a helyeket, ahol annak idején Bartók és Kodály fűtéseket szervezett és fűtéseket tett. Két témája van ennek a dalnak. Az első témája egy porlandó rubátú ritmus, az ami azt jelenti, hogy szabadon. Tehát teljesen szabadon értelmezi a dallamnak a tempója, a ritmusát, a másik pedig egy inkább már táncritmusos rész lesz, ahol viszont imitálja a paraszti fújának a játékát és játékosságát. Ez a mű nem más, mint az Este székely. Köszönöm. Nagyon minden hangszerhez játszák, fúlások, hegedűsök, jól ismert dallam volt. Most viszont egy elég ismeretlen zeneszerző, számunkra ismeretlen zeneszerzőnek a művészeti dallamja, a zeneszerző szintén az 1700-as években dolgozott, viszont Angliában. John Travelsnek egy tulajdonképpen orgonára írt művét fogjuk hallani, amelyben elhangzik egy nyitány, és utána az orgonának egy ilyen felső regiszternek való játékát próbáljuk leimitálni, a másik részét pedig fogja szeretni. Thank you.
magyar klasszikusok következnek. Az első, szintén mondhatnám sláger zenemű fog elhangzani, Erkel Ferencnek a Palotása. Mi is az a palotás? A palotás a legismertebb olyan népi eredeti nemzeti táncnak, a csátásnak az udvari változata. Annak idején úgy gondolták, hogy csátás úgy kell táncolni, ahogy a palotást táncolták az udvari helyeken az előkelő urak. Maga a zeneműnek a formája a hagyományos lassú és friss szerkezetet követi, vannak lassú részek benne, és a végén pedig egy friss csárdát fogunk hallani. Fogadják szeretettel Erkel Ferenc palotást. Mi is megpróbálkoztunk vele, talán mondhatnám azt, hogy lehet, hogy felismerhető lesz. De mi is az a rókatánc, és mit keres egy zenekari műben egy ilyen betétben? Mi a rókatánc, ezt próbáltam utána nézni, és Krúdi Gyulától
neki van egy Szimbád története, ott van leírva, hogy mi is volt a Róka tánc, egy a novellában. Tehát azt írja Rudi Gyula, hogy a novellában Szimbád egy budapesti cigány esküvőre vetődik el, ahol még az is kiderült, hogy két neves cigány primás apa és két apa, fia és lánya kelt egyben. A lényeg az, hogy a táncnak mi az értelme ottan, tehát azt írják, hogy a lakodalomnak a végén, amikor mindenkívül minden jogok kivették részüket a mulatozók, és amikor minden táncot eljártak, minden nótát elénekeltek, a rókuka tánc szokott következni, amit magányosan jártak a fiúk és a férfiak. Lekuporodtak a földre, és egymagukban járták a rókuka táncot. Ez a bánat tánca volt. Nem kellett hozzá se nő, se lány, csak egy földbeásott lyuk, melyet körül táncoltak a legények. A táncnak az értelme a szerelmi csalódás utáni szokatás, és ezt próbálták imitálni. Nem tudom, hogy ebben a rókatáncban mennyire érződik a szerelmi csalódást, szerintem nem sikerült leutánozni azt a szerelmi csalódásos részt, bár vannak a magának a műnek olyan részei, ahol lehet asszociálni erre. Fogadják szeretettel Weiner Leó rókatáncát. Folytatnánk a magyar zeneszerzők sorát. A 20. század elején divat hullám lett, ki kellett szolgálni az arisztokráciát, és hát az operák azok már úgymond nem ideje múltak, voltak, csak ott nehéz zene volt azoknak az emberek számára, akik esetleg nem rendelkeztek olyan kifogástalan zenei műveltséggel, és ezért a zeneszerzők egyre inkább elmentek a könnyebb műfaj, az operának egy könnyebb ágazata irányába, ahol már tánc is volt benne, könnyebb
beszédek voltak, vidámabb hangulat volt, ez pedig az operett műfaja megjelent. És hát nagyon sajnálom, hogy jelen pillanatban a magyar művészeti oktatásban az operett úgy nem, nincs olyan elismert szerep az oktatás részében, tehát valahogy mellőzi, komolytalan zenének tartják sokan, bár nagyon nehéz játszani. Nagyon nehéz előadni operetteket, mert rettentes nagy, mivel érzéseket fejez ki, rettentesen nagy odafigyelést és rengeteg energiát vesz ki az előadó művészekből, mert érzéseket kell átadni, és érzésekre kell rávenni a hallgatókat. Hát egy ilyen művet próbálunk most előadni önöknek, Lehár Ferencnő, egy nagyon ismert dallamát fogja eljátszani, Tomi, nem mondom meg a dallamának címét, hallgassák. Voltak, nem konkrétan harmonikára írt zeneművek voltak. Ugye harmonikával próbáljuk leimitálni a hangszereket, azokat, amelyek eredetileg voltak ezek a zeneművek írva. Megpróbáltuk az orgonát, megpróbáltuk a fúliát, a hegedűt, a zongorát leutánozni. Most viszont egy olyan zenemű következik, ami konkrétan harmonikára volt írva, és ez a zeneműben viszont mi úgy döntöttünk, hogy társat is keresünk magunknak, és még megtaláltunk Hilli Zoltán ügyetelennek személyében. Ez az elemű
szerintem jól ismert már a mai hallgató közönségnek, de annak idején, amikor megszületett, egy hatalmas sikerként elöntött. Maga a zeneszerző, ő harmonika ősén játszik, a bandolinon játszik, ez egy gombos harmonika, érdekesen picit húzzák és mindig csak tolják össze, ha üresen kihúzza és összefele játszik rajta, de konkrétan harmonikára írta, és egy nagyon erőteljes hangzású és nagyon-nagyon sok lelki dolgot megmozgató mű keletkezett az írásából. Ez a zeneműnek a címe Liber Tango, fogadja szeretni. Thank you.
Következő zenemünk, szintén egy harmonikára ír zenemünk, méghozzá keleti oldalba származik, egy gyönyörű városban él a zeneszerző a 60-as évek elején, méghozzá mai nevén Szentpétervárott. A zenemünkű szerző kiváló harmonikásnak a neve pedig Sachnow. Tudjuk, hogy a 60-as években, nagy szocialista rendszerben, nagy majálisokon, szabadtéri rendezvényeken vidám parkint volt, jól érezték magukat az emberek, bár tudjuk, hogy mi volt mindennapok, de amikor pihenni lehetett, május 1-én vagy bármilyen ünnepen, akkor igyekeztek jól érezni magukat az emberek. És ez az egyszerű gondolt egy nagyot, és egyszer kint járt egy ilyen szabadtéri rendezvényen, és körhinta ott. Gyerekek ültek a körhintába, és suhant a körhinta, és ott a helyen fellépése volt utána, és ő ott leimprovizált egy ilyen dallamot erre a gondolatmenetre, aztán ezt lekottázta, és így született a bűn, minek a neve körhinta. Fogadják szeretettel Tomján előadásával, Sachnow, körhinta, megjegyzem, kották ennek ezt. Beszélni, és erről van egy érdekes történet, ami legendának, vagy városi legendának is mondhatnánk. Még az 50-es években valamikor ez az ember, akit úgy hívnak, hogy Tabányi Mihály,
fogta a harmonikáját, és bevitt a zeneakadémiára, és ottan elkezdett utáni tömedékekkel úgy próbálni improvizálgatni. Összejött egy Tibai Zoltán nagybőgő művésszel, akivel hát olyan dalamokat csikoltak előtt a folyosón, hogy közönség összegyűlt a növendékekből, tanárunk jöttek, és oda valahogy örökeveredett Ádám Jenő professzor úr, sőt, még Kodály Zoltánt is oda hívták, az öreg odaben, hallgatt egy kicsit a zenét, és azt mondta, hogy hát igen, el kell ösmerni a hangszerként a harmonikát, de csak akkor a Taványi Mihály játszik rajta. Most mennyire hangszer, nem hangszer, szerintem hangszer, viszont a tisztelegve a Mihály bácsinak a munkássága előtt, aki jelen pillanatban 98 éves, épp egészséges, az ő születésnapja a magyarországi harmonikásoknak a ünnepe. Ő egyik zeneművét fogjuk előadni, és mint látták, Tomi harmonikát cserélt, nem azért, mert az hangszer elfáradt, azért, mert egy másik stílusú zenét fog játszani. Ugye a harmonikák nagyon szépen szólnak a tangó, a francia sanzonok, és ezeknek az utánzása azért is mondja, tangó harmonika, semmi köze nincs a tangó harmonikához, a hangzásvilága nagyon szépen szólnak ezek a stílusú nóták rajta, bár klasszikusok is szépen szólnak. A hangzásvilága miatt tulajdonképpen cserélünk hangszert, ez egy műzettelen hangolású hangszer, Tomi megkértem, hogy mutassam nekünk meg, hogy mi is ez az érdekesség benne. Egy alaphangból szólott a sebek, légy széles. Tehát ugye a hang, ez egy hanghullám. Alapból egy áhangnak a hullámba van hangolva, a hangszerbe van hangolva egy bizonyos hangra. És vannak itt nekünk legyen hangszínváltói, amit tulajdonképpen még egyszer ezt hangot légy széles szólaltad meg. És van egy olyan hangszínváltó rajta egy regiszterünk, amit el vannak hangolva a hangok egy icipicivel csak a rendes standard hangoktól, és ezt a különbséget tudjuk mi hallani, annak a vibrálását halljuk. Mert magát a hangot mi nem halljuk a hanghullámot, hogy csak magát a hangot halljuk. De a kettő közötti különbséget viszont már a fülünk érzékeljük. Tehát meg egy szíves. Ezt érzékeljük, és aki ezt nem kitalálta, ezen a hangszínváltón szólnak gyönyörűen azok a francia sanzonok, azok a tangó, és Taványi nincs ő bácsának van egy francia keringője, ezt fogok akkor előadni. Thank you.
harmadik a klasszikusai közül után nem utolsó zenemű szám következik, majd még lesz itt is áldást, hogy beszélgettünk a végéről, hogy a létezésünknek is próbálunk kedveskedni oly módon, hogy lelkünkhöz közel állóbb dolgokkal is. Fogadják szeretettel egy francia zeneszerző harmonikásnak a számát, zeneszámát, ez Tony Morena. Ő francia és ő Párizsban élt. Ő hogy képzett el a Párizst? Harmonika erre is való. Tehát mozgékony hangszer el lehet vinni, egyben van három hangszer, dallam hangszerünkön, kísérő hangszerünk van, még néha dobolni is szoktunk rajta, mint látták. Tehát egy szórakoztató hangszer, egy kiszolgáló hangszer, és hát próbálgatunk többől beszélgetni róla, hogy akkor milyen hallgatók, csárdások, bordalók, stb. Stb. És Tomi olyan jól elkapta a fonalat, olyan jókedvben kezd ezeket a dolgokat úgy kósolgatni, hogy mostan a műsor, ahogy átadtuk össze a végére, beszélgettünk róla, hogy mi lenne ha, mert tudtuk, hogy a közönség azért fogóik, hogy az ilyesmire, kedveskedik a közönséggel egy hallgatóval. Thank you.
megkérdezi a műsor végén, hogy jó vó? Na, játszom én valamit? Nagyon jó dolgokat művelő gyereket neveltek. Köszönöm szépen. Meg hogy fölkészített, meg az egész éves munkáját. Meg szeretnék köszönni.
Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük.